Olyan fontos baráttal kezdődik ez a tárlat, akik az ő életében rendkívül meghatározóak voltak. Az egyik Cselemes Tibor, a másik pedig Andrei Simon. 1954-ben készült ez a kép, amikor a Prigozsó országot írta, ami egy igen meghatározó műve. Délutánonként, amikor letette a ceruzát, mert hogy ő ceruzával írt, akkor elment Tiborhoz, és a Ménesi úti műteremben modellül. Tibor elhatározta, hogy ő bizony megnézni a francia festőket, és kimenne Párizsba. Akkor édesapám volt az, aki beajánlotta őt Handai Simonhoz, aki akkor már hosszú ideje kint élt és alkotott, és hát már nagyon nagy neve volt. Egy nagyon fiatalon, nagyon jó barátságba kerültek, és az édesapám mindig azt mondta, hogy őt Simon indította el az útján, és hogyha Simon nincs, akkor ő nem lenne az, aki. Számomra nagyon érdekes ez a pliás technika, amit ugye Handaihoz eredeztetnek, tehát ez a gyűrt technika, amikor a vásznat ő összegyűri, festékkel bekeni, és utána újra kinyitja, abból ilyen egészen különleges alakzatok jönnek ki. Ami miatt ez a papát is nagyon megérintette, az az, hogy ezt mindig azt mondta, hogy ez olyan, mint a sváb kötény, ami összegyűrődik, mert ugye ők sváb-magyar fiúk voltak, és hogy ez valahol nekik a gyerekkorukat is megidézte. És ő elhatározta azt, hogy az ő köteteinek a címlapjára, illetve a belső képanyagba Simon képeit fogja tenni. Nagyon sok képet sikerült Kizárdok Tamásnak megszereznie különböző helyekről, magángyűjteményekből, múzeumokból. Ezen a falon édesapám kézirataiból és naplóiból van részletek. Minden nap úgy írt. Én ezekre nagyon tisztán emlékszem, minden nap, ami történt, ezt az aznap írás végén, tehát amikor a megtervezett mennyiségű írás megszületett, akkor leírta, hogy egyébként aznap, ami történt, jött-e a postás, a gyerekek épp betegek-e vagy nem, Kati mit főzött. És ez egyébként egy hihetetlen módon megható dolog nekünk, például a gyerekeknek. Ez a kép, ez már az időskori apának az egyik portréja, ez Konok Tamás festő készítette, és itt már apukám az ikonikus sállal szerepel, az utolsó 10-15 évben ő már ilyen nyaksállal forgott, ezt egy ilyen a modernizáció jelében kitaláltuk számára. Tamás azt mondta, hogy sehogy máshogy nem festi le papát, csak úgy, hogy ott van a nyaksár rajta. Fehér László portréja, az olyan igazi Fehér László, csak ismeri az ő művészetét, hát ő ugye a fiatal generációnak a festőtagja. Ezek az emberek végigkísérték édesapámat a fiatal korától kezdve, az indulástól, az ő felfedezésében, az ő felkarolásában ott voltak. Itt szerepel egyébként Acél György is, nyilván ennek a tárlatnak az is volt a célja, hogy egy picit megmutassa azt a sokszínűséget, amit édesapám egy életen át képviselt. Ugye őt sok vád érte, meg a politikai vonatkozásban is sok mindent mondtak róla. Én egyet tudok mondani, és mindenki eldönti, hogy mit gondol. Én azt gondolom, hogy ő mindig tisztességes volt. Ez a nappali, az pedig a papának a dolgozószobája. Ezt a ládát is elhoztuk, ezt Munkácsi Mihály készített a fiatal asztalos segédkorában, ami aztán édesapámhoz került, és ebben kincseket rejtett, úgyhogy ebben voltak a például az a Ferenci Bényi rajz és Tibortól, Simontól képek, fotók, levelek. Ezeket mi most sok-sok év után kinyitottuk azért, hogy egy picit még többet meg tudjunk papáról. Én nem vagyok egy ilyen ezoterikus személy, de valami van, ami a kicsit. Ez a körtefa, ez kidőtt. Ez ott van, ami ott a világűvel, és ez a körtefa, ez és kiszakadt a földből. Megmagyarázhatatlan módon, még csak igazság volt, egyszer csak ott állt egy kereget külön. Ezt nyilvánvalóan nem kell, és nem szabad részletezni, mert ez egy személyes dolog. De azt mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy ő ugye azt kérdezi, magától, hogy milyen lesz a vége. És egész életében erre volt kíváncsi, és a halálhoz mindig minden versenyben ott van nálam. És én nagyon sok embert láttam hallgatóan ennek a hajlásomhoz. De olyan embert, aki ezt így csinált, hogy én ezt tényleg őszintén el
ő egyetlen egyszer nem, ő nem panaszkodott, hanem ő nem könyörült, hanem sírt. Ő az utolsó nap is kintben, nyakságban és kormányban volt köztünk. Nyilvánosságban ment el, hogy egész életében az én szememben, semmi más utamban is ő élt.